elmet, és most, aki velünk marad, az mindenképpen jól fog járni, hiszen egy olyan hölgyet hívtam meg ma estére, aki azért érdekes, mert ugye én hát kb. Fél éve ismerem a Kittit, ő jelentkezett nálam, csak hogy tudjátok, tehát ő egy ilyen hirdetésemre jelentkezett, ez ritka, hogy ilyen nem mindig kell dolgozni, de látjátok, van ennek is eredménye, és hát egy ideig úgy fogyasztotta, megcsinálta a két pontot, azt hiszem, az első hónapban, utána fogyasztgatta, és valahogy én nem tudom, mi történt, de egy két hónapja úgy fény kapott, vagy nem tudom, hogy megvilágosodott, vagy az itt volt ilyen webinárokon, volt itt startokon, beszélgettünk egy párszor, és hát valahogy úgy elkezdett dolgozgatni, és ott kint egyébként ilyen középvezetői szinten van, tehát ő neki vannak munkatársai, akiknek ő a főnöke, és nagyon jól csinálja azt, amit csinál, de ő szeretne Németországban élni, de úgy döntött, hogy nem szeretne feltétlenül mindig dolgozni a pénzért, és ezért kezdte el a Forever vállalkozást. Úgyhogy most egy pár kérdést fel fog tenni neki, úgyhogy szia, Kitt, üdvözöllek, elvileg van hangod, ha bekapcsolod a mikrofon. De lehet, hogy a Pisti nem adott meg neked hangot, akkor megadom én, várjál. De, itt vagyok. Oké, van hangod. Sziasztok! Szia, Kitt. Jó estét! Köszönöm a meghívást! Na, hát akkor az első kérdés az lenne, hogy amikor rám írtál ugye ezelőtt kb. Fél éve, akkor mi volt az, amiért megtetted ezt? Hát elsősorban én csak fogyasztó szerettem volna lenni, és a családomat ellátni a termékekkel. Aztán hála neked, hogy én itt tartok, ezt neked köszönhetem, mert nem hagytál békén, és folyamatosan csak írtál, és írtál, és írtál, és azt mondtam, hogy hát nem hagy békén, valamit el kell kezdenem, mert nem fog békén hagyni. Na hát elértük ugye a két pontot, igen, első hónapban, és akkor utána így megállt az egész, mert azt gondoltam, hogy nem fogom ezt tudni csinálni. És aztán kaptam egy kis inspirációt tőled, és úgy gondoltam, hogy jó, akkor újra, akkor belevágok. Aztán, mint választottam magamnak most egy hónappal ezelőtt már a jelenlegi asszisztensemet és a mostani munkahelyemen, és ő vele nagyon jó együtt tudok dolgozni, ezért hónapok óta mondom neki, hogy kezdjünk el együtt a Foreverrel is dolgozni. Hát igent mondott, szerencsére, és most ketten vagyunk úgy, hogy most már úgy egyek szinte, és építjük a kis üzletünket, és szerencsére sikeresen. Ennek ellenére, hogy ez a Covid van, és minden zárva, és itt Németországban még szigorúbbak a szabályok, mint otthon Magyarországon, nem lehet offline bemutatókat elvileg tartani, de most már ezzel is startoltunk, úgyhogy, mert úgy gondoltuk, hogy minél több embert hívtunk meg, valahogy sikertelen volt ez az online webinár, és senki nem jött el, vagy nagyon kevés ember, ezért nekifogtunk az offline bemutatóknak, és múlt héten az első és második egy nap két bemutatót tartottam, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól sikerült, és nem gondoltam volna, hogy így fog. Néztem a videóitokat, mindent, Varga Katinak is a videóit, hogy ő hogy csinálja, mit csinál, hogy mutatja be a termékeket, és nagyon tetszett, ezért elloptam egy-két dolgot, viszont nagyon jó sikere lett, mert mint ahogy mondtad is, hogyha offline bemutatót tartunk, akkor utána keressük fel az embereinket egy vagy két napon belül. Na hát mi azt már ott aznap le is beszéltük az összes emberrel, hogy akkor érdekel valakit, kit, hogyan, és már nélbe is futottuk az üzletet, úgyhogy igen. Úgy gondoltuk, hogy most is ez a hónap, még csak hónap eleje van, de szeretném megugrani a supervisory szintet hónap végén. Igen, tök jó haladsz feléje, úgyhogy ez teljesen jó. Egyébként tudni kell, Kitt, hogy 23-án jön haza, és itthon
csináljuk be. 10 napig lesztek itt, vagy 1-2 hétig? Vagy két hétig, igen. Igen, tehát Pécs és környéke rettegjen, mert megyünk, úgyhogy megyünk oda le, és ott offline bemutatókat fogunk tartani nyilván, mert ugye a magyar piacot is fogjuk építeni, hiszen nem tudom, aki új ez lehet, nem tudja, hogy bárhonnan össze lehet hozni a 160 országból, össze lehet hozni a 25 pontot akár, vagy a 75-öt, vagy a 120-at, vagy 150-et, tehát tök mindegy, honnan jön össze, csak jön össze, tehát az mindegy, hogy áll össze. Van egy olyan kérdésem, hogy nevezzük a nevén, ugye Hajni, Kósa Hajni, ő az asszisztensed és a jobb kezed most már, ugye a Foreverben is, úgyhogy mondhatjuk, hogy így teljesen jól együtt tudok dolgozni itt is. Ugye ő is egyik nagyon gyorsan megtanulta, amikor beszéltünk utána ezt a üzletet, és tök jól csinálja, hogy, hogy ugye Hajni mennyire tud a kezed alá dolgozni a Foreverben is, tehát hogy teljesen más hajszínnel jött Hajni itt. Igen. Hajat festettük ma. Igen, akkor mit tudok. Igen. Hogy mennyire tud? Hogy tudtok, hát, igen, ebbe az ügyben, mert azért kérdezem, mert ugye a másikban ott főnöke vagy a Hajninak. Igen. De ebben az üzletben meg nem a főnöke, hanem a szponzora vagy. Hogy tudtok elvonatkoztatni egyik vagy másiktól, hiszen ugye hirtelen főnökből át kell menni a szponzora, ami nem ugyanaz. Hogy mondjam, Hajni, ugye te is tudod, hogy az elején nagyon pesszimista volt, igen, és semmit nem fogadott el. Most már, most pedig azt kell, hogy mondjam, hogy olyan kis elvetemült lett. Szóval jobban, éjjel-nappal a munkánk mellett is éjjel-nappal a Foreverről van szó. Ha éppen én nem érek rá, akkor ő hívja az embereket, ő tárgyal a többi emberrel, ha úgy van, akkor én. Szóval mit a nap 24 órájában, ha úgy van, akkor erről van szó, és mindenben támogat. Tehát és ez nagyon jó. Tehát meg tudjátok oldani akkor magyarul, tehát teljesen jól működik ez a köztetek, ez a, akkor nincs probléma. Jó, mondtad, hogy ebben a hónapban meg szeretnénk ugrani a szuper szintet, ami egyébként tök lehetséges, mert hogy lassan a fele megvan, ugye így a szuper színnek, és még van hátra több mint 2 hét, majdnem 20 nap van még hátra, vagy nem is tudom mennyi van, 13, ja, 18 napunk van még hátra, és még csak most jön a magyar piac Pécs környéke. Igen. Úgyhogy még szűz piacra megyünk. Na, tehát, hogy ez miért célod neked, Pitti, ez a szuper szín? Mert nyilván nem szintre fizet a cég, hanem forgalom után is, már most is egész jól jött neked a bónusz, illetve most már megint ugye, vannak ugye disztribútori pontjaid, ami azért jól fizet. Tehát, hogy miért célod? Mi a célod inkább, úgy mondom ezzel? Mert én kitűztem, vagyis hát kitűztük ezt, amit neked is mondtam, a függetlenségünk napját, amikor be tudjuk adni a felmondásunkat, és nem kell 100 embert, mert jelen pillanat 100 ember dolgozik alattam, és rengeteg stresszel jár, és azt mondtam, hogy akkor inkább 100 ember legyen alattam a Foreverbe. Amiben azt mondom, hogy hatalmas nagy élményt nyújt, és bármikor gondolok rá, egyszerűen olyan aktivitást ad, és örömet, és boldogságot, főleg akkor, hogyha a terméktapasztalatok vannak, és az emberek mondják, hogy mennyire jók a termékek, és még rendeljek, és szeretnének még többet tudni róla, ez így, ez engem így felvillanyoz, és sokkal nagyobb elismerést kapok. Ezzel azt mondom, hogy én nem is dolgoztam szinte még benne semmit, de már nagyobb az elismerés, mint a jelenlévő munkahelyen. Hát igen, ezt teljesen megértem egyébként. Mondanom, nem kell, hogy nem szeretnék a takarító cégnél megöregedni, mint területi képviselő, szeretnék a Foreverben. Nagyon jó. Ennek örülök, hogy így gondolod, mert egyébként azért érdekes, hogy így mondod, mert ugye Kittivel egyébként ugye a fél év, ami így mögöttünk van, azért ugye az elmúlt 1-1,5-2 hónap az, ami teljesen pozitív, mondhatom így, azelőtt azért voltak ilyen hullámhegyek, hullámvölgyek, és itt jön be az, hogy tényleg nem hagytam békén, mert láttam a Kittivel azt a potenciált, hogy
ő nagyon is lehetne valaki ebben az üzletben. Nyilván óvatosan nem úgy kerestem meg soha, hogy úgy mentem ajtóstól, és akkor gyerünk, hanem úgy néha egy kicsit úgy inspirálgattalak, hogy mondtad, hogy jó legyen. Jó. Oké, igazából még egy kérdésem van, hogy már ezt lehet, hogy nem tudom, azért érdekes lesz a kérdés, mert nem biztos, hogy tudod, hogy milyen lenne, ha ott lennék, mint szponzor közeledben, de hogy neked így, hogy van ez a távolság köztünk, így 1200 kilométer, és ugye még így találkoztam csak veled, tehát még általában nem is tudtunk egymást, úgyhogy még nem találkoztunk fizikailag, de neked ez így nem okoz olyan hiányt, hogy tehát jó így neked, de úgyhogy most hülyek. Tulajdonképpen erről már ugye beszéltünk, hogy lehet, hogy ha itt lennél, akkor lehet, hogy lustább lennék, és rád hagyatkoznék. Én megtanultam, ugye a mostani munkámban is egyedül kell dolgozzak, felépítem, ezt már 3,5 év alatt felépítettem azt, ahol most állok, és egyedül kellett mindig. Most szerencsére fél éve van egy másik főnököm, aki támogat, viszont nem kérem ki nem kérem a segítségét, mert megtanultam egyedül dolgozni, és természetesen, ha kérdésem van, jó, hogy mindig válaszolsz, rövid időn belül, és küldöd az anyagokat, hogy fel tudja készülni. Sokat beszélgetünk, ez így nagyon jó, de itt tudunk dolgozni. Főleg, hogy itt van most már Hajni is, így jó. De kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, hogyha magyarban leszek. Mert ezt akartam mondani, akkor lehet, hogy megyek Pécsre, akkor mennyi egyedül. Kíváncsi vagyok, mert ugye én még nem láttam termékbemutatót offline, a felső szponzorok által, még sosem, és ez így nem tudom, hogy fog lenni, de hát biztos, hogy jó lesz. Na majd akkor látni fogsz, akkor majd belehúzok egy kicsit majd, hogy lássa egy jó termékbemutatót. Na, én köszönöm szépen, és egyébként ez az üzenet most azoknak is egy picit, hogy lefordítsam magyarra, aki most nem tudom, hogy újak vagytok itt, hogy ugye jó ez az online, meg jó ez a webinározgatás, de ez is csak akkor fog működni, hogyha meghívtok rá embereket. Ez is csak akkor fog működni, hogyha új embereket hívtok, és nem mindig ugyanazokat hívjátok. Illetve itt van az, hogy itt a Kitti példája, hogy elkezdett önállóan dolgozni, elkezdett önállóan bemutatókat tartani, és nem arra vár, hogy majd én kiutazok 1200 kilométerre, vagy a Sürgalomra, hanem azt mondta, hogy jó, akkor én megtanulom. Átkérte az anyagot, elkérte a Varga Katinak a anyagát, azt kijegyzetelte, állandóan itt van a webinárokban, akkor amikor tud, mert nyilván nem mindig tud, mert ugye a munkája mellett csinálja még a Kitti, de mindig képezte magát, és most már egyedül tart bemutatókat a csapatával, és valami hihetlen, hogy ugye a múltkor a Hajni is mondta, hogy leesett az álla, hogy milyen szépen, meg milyen jól tartottad, de attól függetlenül nyilván a gombóc ott van az ember torkába, hát figyelj, ez mindig ott lesz, csak egyre kisebb lesz. Tehát, hogy lesz egy nagyobb, még egy kicsit, és akkor megy össze, de nyilván ez nem lehet úgy kiheverni, amikor színpadra megyünk, meg ezt is meg kell tanulni, ezt az online webinározgatást, hogy így beszélni emberek előtt. De én azt arra sarkalok mindenkit, és arra ösztökélek mindenkit, hogy kezdjetek el önállóan bemutatót tartani, mert a heti egy termékbemutató, a heti egy ilyen üzleti bemutató nem fog téged menedzserré tenni. Azt fog menedzseré tenni, hogyha egyedül is tartasz bemutatókat, egyedül is elmész embereknek, vagy amit ma ajánlottam a Katinak, a Varga Katinak, hogy csináljátok azt nyugodtan, hogy ha valaki nem jön el webinára, vagy nem jön el sehová, akkor menj el te hozzá, és kérd meg, hogy segítsen neked abba, hogy hozzon össze pár emberrel ott. Tehát, hogy hívjon át egy barátnőjét, vagy két barátnőjét, és segítsen nekik is abban, hogy információt kapnak a Forever lehetőségről. Meg ezzel neked is segít. És akkor te már tartasz egy bemutatót három embernek. És ő még mindig nem munkatárs, de lehet, hogy az lesz. Mert hogy ott valaki be akar majd lépni, az már csak rajtad múlik. És ha valaki be akar lépni, ezt úgy hívjuk, hogy Mihály Strahovicnak a ABC szisztéma, akkor tök mindegy, hogy ki fog belépni, de neked működik egy újabb vonalat. Jó, tehát kezdjétek el a Kitti példáján ezt a dolgot, hogy önállóan bemutatókat kell tartani. Mert van egy mondás, hogy nincsen rossz bemutató, csak olyan bemutató, amit nem tartasz meg. Jó, tehát hidd el, hogy egy új embernek az a bemutató lehet, hogy az első bemutató. És ő azt se tudja, hogy milyen egy profi bemutató. Egyébként ezt is meséltem Kittieknek, meg Katieknek, meg a munkatársaink is mindig elmondtam, hogy
Volt egy olyan profilomdatot tartottam, hogy hú, jöttem haza, olyan büszke voltam magamra, hogy tagadtam mellem, és akkor amikor megkérdezted, és hányan léptek be? Így vakarta a homlokomat, és hát senki. De nagyon profilomdatot tartottam. Tehát nem az számít, hogy te lebeszed az emberek gatyáját magáról, hanem az, hogy hány embert tudsz beléptetni, mennyi pontértéket csinálsz. Tudjátok, a focit is egyébként gólokra játsszák, és nem kapufákra. Jó, tehát lehet egy csapat 10 kapufát, a másik meg egy potyagolt, ő nyert, azt fogják jegyezni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Titti, hogy rendelkezésre. Tudom, hogy egy kicsit stresszeltél emiatt, de látod, te túlélted, úgyhogy minden oké. Okay. És ezek fognak egyébként tréningezni, ezek fognak felemelni, és mindenkinek köszönöm, hogy itt volt, és go Németország, hajrá, go Supervisory Team, és hát legközelebb találkozunk elvileg hétfőn, de még lehet, hogy akár hétvégén, bocsánat, vasárnap a munkatársi képzésen. Úgyhogy további szép estét kívánok, és mindenkit üdvözlök szeretettel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!